Budapestről az 50-es években eltávolították volna, kidobták volna, hogy így mondjam, míg nem Dombóvár akkori tanácselnöke igényt tartott rá, le is szállították ide a szobrokat. A végül nem is került felállításra, mert kiderült, hogy nem tudják megoldani, ahol szerették volna. Egyébként itt a ház előtti rész lett volna kiszemelve erre. A lényeg az, hogy a szobrokat csak hogy ide legyen szállítva, és megtörtént, aminek meg kell történni, sorba állították itt a téren, és ez évekig itt is volt. És ez a pillanat van megörökítve, amikor az összes szobor rész le van ide állítva, ugye egy útra, amely út addig használhatatlan volt, és hát várta mindenki, hogy valami történik. Csak egy mondat még hozzá, hogy voltak éppen sokáig nem tudtak vele mit kezdeni, a Szigeterdőbe került, és végül a 70-es években került felállításra. Ez volt az egyik igen fontos pillanat, ami helyet kapott abban a kiadványban, mely Dombóvár múltját kívánja elénk tárni. Az elmúlt több mint 100 év legérdekesebb pillanatai kaptak itt helyet, méghozzá nem is akármilyen formában. Neve az egészen pontosan Egykor volt utcák, házak, emberek, és akkor egy időrendiséget is tartva Dombóvár 1896, illetve 1993, tehát a rendszerváltozás követő évekbe is belementünk. Ez így akkor egy bő 100 évet ölel fel. A könyv körülbelül 600 képet tartalmaz, és időrendi sorrendben van rakva, amivel lehetett, azzal foglalkoztunk, gondolok itt arra, az első világháborús téma is egy-egy képig érintve van, a második világháború, vagy éppen a 1956-os forradalom ideje, de főleg és pláne hát inkább a dombóvári társasági élet is jobban be van mutatva. Az 1930-as, 40-es években igen nagy társadalmi élet zajlott a városban, amit a képek megörökítettek. Nagyon érdekesek például azok a képek is, amelyek a Korona szállóban, a társasági élete akkori központjában, ugye bálok, szalagtűzők és a legkülönbözőbb ilyen társasági rendezvénynek adott helyet. Állarcos bálok, tehát ott nem tréfáltak ezzel, tényleg beöltöztek szerecsennek, hajópincérnek, na, gyönyörű. És hát ilyen képek jöttek össze, amit próbáltunk hozzáilleszteni, próbáltam hozzáilleszteni, hogy a képeket egy utószínezéssel, hát élőbbé tettük, nagyon élvezetes volt látni azt, hogy egy fekete-fehér kép hirtelen megmozdul, vagy élet költözik belé, az, amit egyébként bármikor tapasztalunk, ha kilépünk az utcára. Egy jómódú polgárság volt itt azért, mint ahogy minden, ugye a kereskedő réteg, a hivatalnok réteg, hanem sokan nem is voltak, de minden esetre az igényszintjük az megegyezett egy nagyvárosi ember igény és komoly beosztású ember igényszintjével. Ebből fakadóan a ruházkodáson, a testtartáson, ahogyan beülnek a gép elé, ez bizony meglepő volt, és hát szembe is kell azzal nézni, hogy bizony ők is voltak valakik. A város életében fontos szerepet játszó történelmi és egyéb eseményekről, például az 1940-es árvízről is akadt fotó a kötetben. A tipográfus helytörténész szerint ezek a felvételek jelentős gazdasági és szociológiai jellemzőkről árulkodnak. Dombóvár nagyvárosokhoz hasonlóan tündökölt évtizedekkel ezelőtt. Szerencsénkre körbefordult a fotós, egy félkört írt le, és ebből fakadóan tehát egy olyan képet lehetett összerakni, amely hát bizony olyan érzetet kelt, mint hogy egy tópartján lenne a város, tekintettel arra, hogy el van öntve az alsó. Ez mondjuk egy nehéz kép. Dombóvár képes története tehát igen izgalmas felvételeket ígér. Érdemes azt kézbe venni, és egy kicsit elmélyedni a múltban.